Győzelme esetén a nagyecsedi csapat a vesztett pontokat tekintve beérte volna a listavezető Balkányt, de erre a 14. forduló rangadóján nem volt esélye a házigazdának. Az Éllovas már az első fél időben 2 gólos előnyt szerzett, aztán a második játék részben újabb 3 gólt lőttek Bogdanovicsig, míg a nagyecsed csak kozmetikázni tudott az eredményen. Nehéz mérkőzés volt, szakadt az eső. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fél időben, mivel 2-0-ra mentünk be, egy kicsit nyugodtabban jöhettünk ki a második fél időben, hiszen innentől kezdve a nagyecsednek ki kellett támadni, és ahogy kitámadtak, már jöttek a kontrából a góljaink. 4-0-ra is elmentünk, de az ecsedet dicsérni kell, mert egy pillanatra nem adta fel, és utána jöttek az ecsedi gólok is, hiszen 4-0 után 4-1, utána 5-1, 5-2, úgyhogy egy parádés meccs volt, és örülök, hogy tulajdonképpen 5 gólt rúgni nagy ecsedbe az nem akármi, és örülök, hogy a második helyzetet sikerült ott a saját otthonában megvernünk. A nagyecsedi játékos edzője Ádámszky Róbert elismerte a Balkány győzelmének jogosságát. Jobb volt a Balkány, tehát ez 5 gólt nem lehet megmagyarázni, meg nem is fogok. Egyértelműen jobbnak bizonyultak, tehát gratulálok is nekik. Szerencse is velük volt, mindig nem lehet mindenkivel a szerencse, de az eredmény is megmutatja, tehát többet tettek a győzelemért, mint mi. A balkányi csapat győzelmével tovább nyújtotta veretlenségi sorozatát Mirgai László együttese, immár 44 mérkőzés óta nem talált legyőzőre. 2015. augusztus óta lejátszottunk 44 mérkőzést, ebből 39-et sikerült megnyernünk, és 5 döntetlenünk van, 181-et rúgtunk, és 5, hát tulajdonképpen 23-at kaptunk, így mondom. Hát azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, a fiúk előtt megemlem a kalapomat, egy szenzációs társasággal dolgozhatok együtt, és hát az eredmények is mutatják, hogy a közös munka, illetve hát a vezetők adhatós háttér támogatása meghozta az eredményt Balkányban. A megyei első osztály őszi zárófordulójának párosítása a következő: Tiszavasvári Szakoly, Máté Szalka Gyulaháza, Nyír Gyulai Nagyecsed, Fehér Gyarmat Vásárosnamény, Mándok Rakamaz, Ibrány Nagyhalász, Balkány Baktolórendháza és Sényű Tuzsér.